Az előtti videóban felsoroltam azokat az ételeket, amik nagy mennyiségben omega-6 zsírsavat tartalmaznak, és a videóban felhoztam, hogyha lehet, akkor ezeket az ételeket jobb lenne csökkenteni, ne fogyasszunk annyi omega-6 zsírsavat, mert egyáltalán nem egészséges a szervezetünknek. Ebben a videóban felolvasok egy pár növényi olajat, és egy pár diófélét meg magvakat, hogy körülbelül milyen százalékban tartalmaznak omega-6 zsírsavat, és mennyi százalékban tartalmaznak omega-3 zsírsavat, vagyis jó minőségű zsírsavat. Az első a sáfrány, a sáfrányból készült olaj 75%-ban tartalmaz körülbelül omega-6-ot, és 0%-ban omega-3-at. A második a napraforgó olaj, ami 65%-ban tartalmaz omega-6 zsírsavat, és 0%-ban omega-3 zsírsavat. A harmadik a kukoricából készült olaj, az 54%-ban tartalmaz omega-6 zsírsavat, és 0%-ban omega-3 zsírsavat. A negyedik a szezámból készült olaj, vagy a szezám 42%-kal tartalmaz omega-6 zsírsavat, és 0%-ban omega-3 zsírsavat. Az ötödik az nem más, mint a földi magyaró. Sajnos nagyon sokan fogyasztják a földi magyarót. A földi magyaró 32%-ban tartalmaz omega-6 zsírsavat, és 0%-ban omega-3 zsírsavat. A hatodik a szójabab, az 51%-ban tartalmaz omega-6 zsírsavat, és 7%-ban körülbelül omega-3 zsírsavat. A hetedik a repce, a repceolaj, az 20%-ban tartalmaz omega-6 zsírsavat, és 7%-ban tartalmaz omega-3 zsírsavat. A nyolcadik a dió, az 52%-ban tartalmaz omega-6 zsírsavat, és 10%-ban omega-3 zsírsavat. A kilencedik a lenolaj, az 14%-ban tartalmaz körülbelül omega-6 zsírsavat, és 57%-ban omega-3 zsírsavat. De ne felejts, a lenolaj tény, hogy nagy mennyiségben tartalmaz omega-3 zsírsavat, de alfa-linolévsavat tartalmaz, nem EPH és DHA, ezért oda kell figyelni, mivel a szervezetünk ezt a fajta omega-3 zsírsavat nem tudja egészen feldolgozni, és nem tudja egészen átváltani megfelelő omega-3 zsírsavra. Ezért, hogyha lehet, olyan fajta omega-3 zsírsavat használtok, ami EPH és DHA-ból áll, főképp a halakba, tengeri gyümölcsökbe, és aki a vegán diétát alkalmazza, akkor ajánlom neki mindenféleképp az algából elkészült omega-3 kiegészítőt. Hogyha érdekelnek az egészséges életmódról, az élet optimalizálásáról egyszerű rövid videók, kövess és ne felejtsd, optimalizáld te is az életedet!